szinte ehetetlennek azok a cseresznyék, amelyeket a cseresznyen légynek a nyűve támadott meg, és hát ha szétbontják a cseresznyét, akkor benne meg lehet találni a fehér vagy sárgásfehér kis nyűvet, amely nagyon kellemetlen ízű és gyakorlatilag fogyaszthatatlanná teszi a cseresznyét. A cseresznyelégy ellen nem föltétlenül kell permetezni, hanem lehet sárga lapok kihelyezésével védekezni. A sárga lapok ragasos anyaggal vannak bevonva, és amikor a cseresznyelegyek rajzanak, akkor rárepülnek a sárga lapokra, és beleragadva elpusztulnak. Ezeket a lapokat akkor kell kihelyezni, amikor a cseresznyének a gyümölcsei már sárgulni kezdenek. Korábban nem érdemes, később pedig már nem lesz hatásos a védekezés. De a védekezést tovább lehet fokozni azzal, hogy illatcsapdákat is rakunk fel, amelyeket rá lehet akasztani a sárga lapokra. Ha sárga lapokat helyezünk ki, akkor azokat egy drótra fel tudjuk függeszteni. És felakasztatjuk a fának az ágára, mégpedig lehetőleg másfél méter magasságba, vagy annál magasabbra, minden esetre különböző helyekre. Az északi oldalra kevesebbet, a déli és a keleti oldalra viszont többet. Jól lehet látni, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére a cseresznyelegyeknek a rajzása már megkezdődött, és a sárga lapokon már oda vannak ragadva egyes cseresznyelegyek. Ha túlságosan sok is összegyűlik, akkor természetesen a szennyezett sárga lapokat el kell távolítani, és újakat kell kirakni helyettük. Hogyha minden fára 5-6 sárga lapot helyezünk ki, akkor olyan mértékig csökkentik a cseresznyelegyeknek a állományát, mennyiségét, hogy gyakorlatilag jelentős gazdasági kárt nem okoztak.